kökény vezérletével megoldják a játékosok ezt a problémát. Most kaptunk egy kis tájékoztatást a hangos bemondótól, tényleg a hálóval volt problémája a játékvezetőnek és asszisztenseinek, de mihelyt ez a probléma orvosolva lesz, folytatódni fog a mérkőzés, nagyságrendileg egy 8-10 perc lehet ugye hátra, lehet, hogy 10 lesz az. Közvetlenül a mérkőzés után lesz egyből a kupa átadás felező vonal környékén. Illetve tájékoztatjuk kedves szurkolóinkat arról, 6. hó 6-án szombaton. Sikerült orvosolni a problémát, köszönjük Kökény Tamásnak és Marton Bencének a közreműködést, nélkülük nem jöhetett volna létre a folytatás. Jó, hogy felmérték a helyzetet ilyen ügyesen, és nem kellett tovább várnunk arra, hogy folytatódhasson a mérkőzés.